Üdvözlöm Balajti Józsefet, itt karácsony előtt vagyunk már nem sokkal. Az önök családja, ön hogyan készülnek erre az ünnepre? Mi mindenképpen családi ünnepként éljük meg ezt a karácsonyt. Hosszú évek óta mindig összejön a család, és együtt közösen vagyunk ilyenkor. Most is így tervezzük, hogy ez így lesz. Nálunk lesz egyébként most a családi ünnep. Ez hát jelenti nyilván a szülőket, a testvéreket, már a gyerekeinket, és a, hát így a szűkebb családot. Azért ez egy olyan 10-12 fő körül szokott alakulni. Ilyenkor nyilván összejövünk, jókat beszélgetünk, természetesen eszünk is. Mi szokott lenni a menü? Mi kerül az asztal ilyenkor? Ugye a hölgyeknek, a feleségeknek nagy szerepe van ebben. Nagyon nagy szerepe van a hölgyeknek, így van, de azért szeretném kiemelni, hogy halászlé szokott készülni, és a halászlevet én szoktam főzni. Úgyhogy ez mindig már évek óta hagyomány karácsonykor, hogy nálunk a halászlé az megfő, és hát utána akkor mindenféle egyéb más ültek, azok inkább a hölgyeknek a feladata, már azoknak az elkészítése. Édesség tekintetében mi az, ami nem maradhat el az ünnepi asztalról? Hát édesség tekintetében a feleségem nagyon ügyes kis kreatív süteményeket szokott készíteni. Egy korábbi baráti házaspártól kaptunk ilyen kis ötleteket és ilyen kis recepteket, és ezeket ilyen kis apró karácsonyi süteményeknek hívjuk, és ez ilyen variáció nagyon-nagyon sokféle formában, mindenféle diós, töltött, marcipános, mindenféle kis apró sütemények. Ezek nagyon aranyosak és nagyon dekoratívak is, és ebből a feleségem szokott ajándékozásra is készíteni, és vannak néhányan, akiket meg is ajándékozunk ezzel a kis süteménnyel. Ha már a dekorativitásnál tartunk, akkor dekoráció tekintetében mi jellemző ilyenkor az önök otthonára? Hát mi törekszünk azért inkább a klasszikusabb dekorációkra. Általában azért egy kis szolidabb kivilágítás azért szokott mindenképpen lenni. A fenyőfán általában a szokásos klasszikus díszek szoktak megjelenni. Szaloncukrot már most kevesebbet szoktunk a fenyőfához, vagy a karácsonyfára tenni, inkább csak alatta jelenik meg úgy jelképesen, azért az is kerül mindenképpen. Mindenképpen élő fenyőfát szoktunk egyébként használni, élő fenyőt díszítünk fel, és az mindig meg is van, és elmaradhatatlan kelléke a karácsonynak. A gyertyagyújtás az is természetes velejárója és hozzátartozója. Együtt közösen díszíti egyébként a család a karácsonyfát, tehát a szenteste előtti délutánon vagy este. Az ajándékozás mennyire kerül fókusz önöknél? Hát azért az is fontos, tehát azért nem marad el az ajándékozás sem, de azért normális keretek között én azt gondolom. Nem akarunk abba belecsúszni, hogy ez egy rendkívül nagy stresszes helyzetet eredményezzen karácsony előtt közvetlenül, és akkor az utolsó pillanatokban még próbáljunk rendelgetni, akár interneten is különböző dolgokat. Tehát erre próbálunk azért odafigyelni. Igazából mindig próbáljuk megtervezni, és mindig megfogadjuk, hogy majd nagyon jól megtervezzük, de azért be kell vallanom, hogy azért nem mindig sikerül teljesen tökéletesen megtervezni. Tehát van, amikor a végén egy kicsit azért improvizálni is kell, de azért mindenképpen elengedhetetlenül fontos, hogy mindenki azért valami kis ajándékban részesüljön. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket az ünneppel kapcsolatos gondolatokat, és békés, boldog karácsonyt kívánok. Én is köszönöm, és én is ugyanazt kívánom mindenkinek. Köszönjük. Köszönöm szépen.